A vádirat szerint a korábban szüleivel lakó 34 éves férfi és az édesapja évek óta tartó rossz viszonyban éltek. Ez idő alatt a férfi többször is olyan súlyosan bántalmazta az édesapját, hogy az egy alkalommal életveszélyes sérülést, egy másik esetben súlyos testi sérülést szenvedett. A férfi viselkedése miatt a szüleivel is költöztek az otthonukból. Az édesapa főként csak az állatok gondozása miatt járt haza. 2021. szeptember 3-án este az édesapa a karcagi házukhoz a kutyák etetése miatt érkezett. Találkozott a fiával, és mivel aznap már mindketten alkoholt is fogyasztottak, ismét vitatkozni, veszekedni kezdtek egymással, ami verekedéssé fajult. Ennek során a fiú ököllel az apját úgy megütötte, hogy az az ütéstől a földre esett, majd bemenekült a lakóházba, ahová a fia követte. Ezután a két férfi a hálószobában újra dulakodni kezdett egymással, az ágyra estek, úgyhogy a fiú az apja fölé kerekedett. A fiú ekkor tovább bántalmazta az édesapját, majd egyik kezével leszorítva annak karját, a másikkal megragadta a nyakát, és addig szorította, amíg az édesapja már nem mozdult. Az idősebb férfi fulladás következtében pár percen belül életét vesztette. A fia ezek után a házat elhagyva, alkoholt fogyasztva a környező bozótosban éjszakázott, és csak másnap hajnalban tért vissza a házhoz, ahol a 112-es segélyhívón orvosi segítséget kért. Az ügyészség a férfivel szemben börtönbe letöltendő szabadságvesztésre és közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt, továbbá indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, a férfi nem bocsátható feltétele szabadságra. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni. A döntést a férfi letartóztatásban várja.